hölgyeim. Bakkara. Csodaszép. Očakvam vaše to obazdane. Tihomír, tegye le. Bradley Fine. Megtisztelő. Számomra még inkább. Szóval, hol van az a bomba? 10 másodperc vagy meghal. Valóban? Nos, mielőtt embereimmel elrejtettük szerkezetet, ki kellett iktatnunk az összes tanút. Aztán kiiktattam a kiiktatókat. Szóval én vagyok az egyetlen ember, aki tudja, hogy hol van a kompakt halál, a hordozható atombomba. Tehát... 10 másodpercnél több időm lehet. Jó, ha már így állunk, azt javaslom, hogy inkább... a faszom. Jesszusom, ezt meg minek csináltam? Véletlenül sültem el, mert tele van ez a hely pollennel. Hogy fenekelni el a jó édesanyja? Bevette a bogyókat? A gépen felejtettem. Reggel szóltam, hogy az akujába is tettem allergia bogyót. Tényleg. Itt van. A fenébe. Kösz. Nem, visszavonom. Az én saram, mert rég tudom, hogy folyik az orra, és meg se próbáltam kikurálni, úgyhogy ez a vér az én kezemhez tapad, nem a... Figyelem, 3 játékos. Surranjon ki a hátsó kapun. Tempó. Na és itt van valaki? Igen, érkezik egy. Most fordul be balról. 3 vendég ebben a pillanatban lép be az ajtón. A háta mögött. Felébe. Kampocska. Kár, hogy nincs nálam több golyó. Azt hittem csoki reszelék, amit mindig zacskó szám tömök a képembe, de ennek, hogy is mondjam, olyan íze van, mint az ürgefosnak. Gyerekek, lejjebb vennétek a hangerőt. Egyébként a plafonon lepetézett valami, és úgy látom, hogy rendesen összekakilta azt a tortát. Akkor balra menjek? Ne. Most jobbra kell fordulnia, aztán át az alagúton. Közelít egy arc jobbról. Vannak még páran mögötte. Ügyes kislány. Ne, nem is igaz. Mikor fáj fájnak? Soha! Ó, Bradley, sose fáj, sose fáj, te szív király! Hey, Bradley! Úristen, hasra! Szép volt, fájn. Na hát, megéri a sok jogázás. Látszik? Állati hajlékony, olyan dögös. Úgy mozog, mint egy balettáncos, nem is tudom. Szóval nem annyira béna. Ó, én állat. Egyenesen? Nem. Menjen fel a lépcsőn. A kanyarban várja az első kis barátunk. Kösz a segítséget. Nincs mit, mehet tovább. Tempósan. Úristen, repülő patkánya! Nyilván halkabban! Figyeljen rám, mindjárt lesz még egy ember. Álljon meg az ajtónál, szólok mikor. 3 másodperc, 3, 2, 1, most! Ó, oh, pardon, illet volna kopogni. A hajamat tépik, nem látok semmit! Mi az, hogy nem lát semmit? De, látom, érkezik egy terepjáró! Utása tartja! A partra? Kiváló ötlet! Ott van bajonok csónakja! Ó,
Nincs kulcsom, Coop. A drótok bal oldalt vannak a kormány alatt. Gyerünk! Indítsa be valahogy! Biztos nem fog menni. Maradjon ott és fogja be a fülét. Akkor nem hallom a gyönyörű hangját. Nem most udvarolja, fedezékbe! Célpont koordinátái 43.1657, 27.94654 és tűz, gyerünk! Majdnem! Szép drónolás volt, Coop! Megcsókolnám! Én meg tártajkakkal fogadnám a nyelvét. Ha visszamegyek, elviszem vasorázni. Szép munka volt. Ja, még valami. Elhoznál a ruhámat a tisztítóból, meg a kocsit a szervízből. Ó, persze, örömmel. Ja, és ki kell rúgnom a kertészemet. Redarálta a szomszéd macskáit a fűnyíróval. Elintézni helyette? Jó, miért ne? Na, viccel? Alig várom. Istennő. Később pacsizunk, Cimbi. Szegény Jaime. Az van, Jaime, hogy... Na hát, ők a gyerekei. A gyerekei, ugye? Sí, vannak gyerekei. Muszáj eltakarnom a szemüket. Pont engem néznek. Kérem, ne rúgjon ki. Nem, szó sincs ilyesmiről. Nem tennék ilyet, kérem, csak ellenőrzöm. Ó. Jézus palmeras murmurantes. A fűnyíró. Bam, bam, bam. Megyünk a fűnyíróhoz. Bam, bam, bam. Nagy király vagy, Susan. The heart is a hunter, and hard as a stone. Cold blood in the chamber, bullets hung. Nous avons des médaillons de lotte et de la sole meunière. Quel vin me conseille vous? Un vin blanc sec, comme un chardonnay par exemple. Quelle année? L'année 1986, c'est une très bonne année. Le chardonnay? Oui. Allez, je prends. Très bien, je vous en prie. Parfait. Portez une bouteille. J'arrive. Asseline, tu l'as hâte. Quelque chose d'autre? Et les légumes? Nous avons des haricots verts ou des pommes de terre. Bocsa, túl kritikus vagyok, de ez egy kicsit rágos. Coop a szalvétát eszi. Otthon fogsejmet használok. Anyám, micsoda egy lepra telep. Sóher a csávó. A Burger King már tele volt. Bocs, ez a paraszt játsza az új gazdagot. Tájszólásban nyomja. Bizony, ez Isten és... Ugyanazon röhögünk. Mert szuper a humorérzéke. Szuper, Cooper. Igyunk egy újabb, sikeres bevetésre. A duónkra. A duónkra. Sokat gondolkoztam. Igen? Tudom, hogy maga nélkül nem boldogulnék. És arra jutottam, hogy ideje valamivel meghálálnom azt, hogy van nekem.
Ó, Istenem, fáj. Ó, ez egy... Ületett muffin! Szereti a muffin? Hát nem, nem annyira, de sütni szeretek. Muffint is, úgyhogy... Most már hordhatja is. Hogy találta ki? Nem igazán szeretem az uncsékszereket. Hát egyszerűen nem tudom róla levenni a szemem, és ő se veszi le rólam a kis szemét. Képzelj el! Milyen ciki lett volna, ha gyémántgyűrűt adok, vagy mit tudom én? Ó, csak gyémántgyűrűt ne. Ne! Ki készülne, hogy nem leszek a felesége? Nem vágyom arra, hogy azzal a csodaszép, szexi kezével dögönyözze a pucér testemet egy egész életen át. A három kölykünk meg ott nyüzsögne, Karen, Tommy és Billy. De mi folyton szexelnénk. És mint hibátlan testű szépség lenne, perzselő kék szemekkel, érzéki ajkakkal. Hát kösz, nem. Nem kell. Isten őriz. És hát melyik nő nem örül egy ilyen praktikus ékszernek? Nem teszi fel? De. Majd egy különleges alkalomra. Tegye fel. Ezt nevezem. Azt, amilyen... Jó, hogy lehet állítani rajta. XXL-es méret. Na hát, nem tudtam, hogy ékszernél is van ilyen. Olyan, mint maga. Tényleg klassz. Hoppá. Féltékeny a banya. Komolyan, nem tudom, mi lenne velem, ha nem súgna mindig a fülembe. Nem bírnám csinálni, amit maga. Képzelj el, milyen kém lennék. Jézusom! Éles bevetésem? Igen. Pisztollyal? Mi? Hali terroristák, Jézus Marci! Lelőttem magam. Ops. Téged kellett volna, nem magam. Biztos ilyeneket mondanék. Hé! Reszkessetek, terroristák, mert csütök nektek csoki tortát. Szeretitek a csokit? Büntiből vaníliásat kaptok. Esélyem sincs, hogy valaha is kém legyek. Még rendes kémszerkóm sincs. Maga viszont mindig elegáns. Jól szabott öltönyben. Én meg felkaptam egy ilyen rusnyak, kutyafosszínű zsákruhát. Ennek nincs is márkája. Azért nincs rajta címke, mert szerintem az anyám varta. Ne, ne. Elég. Ne gyötörje magát. Oké. Remek csapat vagyunk, ezért működik. Igen. Jöjjön. Közelebb még. Kötőhártyagyulladása van? Mi? Nem. Nem. De. Nem, az a nem. A szemébe nyúlt, amikor a macskahalmot takarította. Nincs is macskám. Miért gondoltam ezt? Hát, nem tudom. Legyen macskája. Jó társaság. Lehallgattunk egy beszélgetést, miszerint a fegyver továbbra is árulják. Bojanovon kívül más is tudja, hol van az atombomba. Valószínűleg a lánya, Réna. Ő az egyetlen ember, akiben megbízott. De jó ég, kötőhártyagyulladása van. Menjen haza, mielőtt megfertőz. Mondtam. Nem, nincs kötőhártyagyulladásom. Ez csak egy kis semmi komoly, múló allergia. Én meg az ilyen gennyes ocsmánságokra vagyok allergiás, úgyhogy maradjon ott. Bocsi. Egyébként igaza van. Bojanov halála után Réna járt a Várnai DSK bankban és használta az egyik széfet. A beszélgetést azután hallgattuk le. Mit kell tudnunk róla? Már is megmutatom. Ó, beakadt. Nem baj, úgyis folyik rólam a víz. Akkor megkeresem. Jó ég, el a gépemtől a gennyes szemében turkáló kezével. Ezzel az erővel akár belekönnyezhetne a számba. Mondtam már, ez tényleg csak allergia. Üljön le, csinálom. Oké, akkor most leülök. Réna Bojanov. Nemzetközi jogon végzett Oxfordban, kiváló eredménnyel. Londonban él lassan már 10 éve. Azt már kiderítettük, hogy több terrorista szervezet vezetőjével tartja a kapcsolatot. Többek között Szosza Dudajevvel, az Al-Qaida által pénzelt csecsen mártírok serege vezérével. Meggyőző bizonyítékunk van arra, hogy a bombát el akarja szállítani New Yorkba a jövő heti ENSZ közgyűlésre. Én már becsomagoltam. Egy megbízható forrás szerint Sofia közelében szállt meg. Kapja el. A cuccaimat, Kup. Jézusom, legalább vegyen fel egy napszemüveget. Sírhatnékom van, ha csak magára nézek. Jó, rajta vagyok. Jó, ezenben van. Ó, oh, fajn. Hello. Hé, hey, Super Cooper. Csak kicsit furán érzem magam, mert Igen? Az az információ Rénáról nem nagyon tetszik nekem. Valahogy túl egyszerű. Az az érzésem, hogy valami nem stimmel. Majd minden stimmelni fog, ha Rénát lecsukják és rátesszük a mancsunkat az atomra. Igen, jó, csak most kivételesen tényleg nagyon rossz előérzetem van. Tényleg? Hát akkor nyugalom. Van egy ötletem. Ne csináljuk ezt, kezdjünk új életet. Szökjünk meg együtt. Ezt akarja. Mi? Mi? Komolyan? Bevettem?
Humorzsák. De mekkora? Nem. Ha látta volna az arcát, ilyen volt. Mi van? És fine, ne haragudjon, ha... Nem, semmi baj. Olyan imádnivaló. Imádnivaló? De legalább kélyesen búgta, azt sugalva, hogy imádatom jeleként. Letépem rólad a ruhát a szájammal, és beléd hatolok? Nem, csak véletlenül feküdne rám, mondjuk egy éles bevetésen. Én már, ha. Adsz egy kortyocskát, Nancy? Finom sejmesbor. Ejha. Na jó, mi lenne, ha rendelnél magadnak egy pohárral? Az enyém volt. Az életem egy katasztrófa. Nem, ez nem igaz. 40 évesen egyedül élek. Nem volt egyetlen pasim sem, amióta Jerry 3 éve lapátra tett. A Jerry egy hülye paraszt. Amikor abba hagytam a tanítást és beléptem a CIA-ba, azt hittem minden más lesz, hogy dögös belevalókém leszek, de ugyanaz a szerencsétlenség vagy. Ha számít a véleményem, szerintem ritka jó csaj vagy. És izgalmas. Akkor most feldoblak. Figyelj. Az unokaöcsém imádja ezt, nézd. Köszi. Az unokaöcsét 3 éves, nem? De Jézusom, ugyanaz a pofa. Akkor ez most más mindig lesz. Mindig ilyen pofát vágsz. Nem, ez most más lesz, becsú. Figyelj. Ez megint ugyanaz a pofa. Nem volt ugyanaz, mert kidugtam a nyelvemet. Kérlek, hagyd abba, ezzel nem dobsz fel. Figyelj, örülök, hogy így el vagy fájnal, tényleg. De sajnos, te nem mersz kockáztatni. Tudod, most is néha hallom anyám hangját. Attól, hogy kövér vagy, még nem vagy nagy ember. Azt már biztos hallottad, hogy a szépség belülről fakad, a külső nem számít. Ez soha nem mondta nekem. Akkor mi van még? Sodródj az árral, más esélyed úgy sincs. Tipikus. Ezt sokat mondogattam kamaszkoromban meg, hogy add fel az álmaidat, Susan. Ezt ráírta az uzsis dobozomra. Igen. Oda néz, figyelj. Most mondd meg, mi a különbség köztünk és Karen között? Azt hiszem, gyakorlatilag minden. Nem, egy frászt nem, de pont olyan jó voltál az akadémián. Nem. Több sikeres bevetése volt, mint az isteni fánynak. Sunyi banya. Nézd rá, azt hiszi, hogy ő Miss Tökémi. Szióka, Karen Walker, szuperkém. Tökéletes haj, tökéletes arc. Fogadjunk, hogy esténként telebőgi a párnáját. Nem, azt nem gondolnám. De biztos így van, és nem cuki kis könnyekkel, hanem inkább, tudod, ilyen... Mély bömböléssel. Ne csináld. Aztán úgy vinnyog, mint egy debil pincsi. Így nézek ki, amikor rajszol. A beképzelt kis Ribi észre se vesz minket. Na hát, szia Nancy, szia Susan. Szia. Olyan édik vagytok, ahogy elmerültök a dumcsiban. Édi bédikék. Egy viszkit kérek szódával. Baromi lassú a kiszolgálás. Csiga tempó. Számolj legalább másfél órával. Tessék, Miss Walker. Köszönöm. Asztal. Ellent már régóta ismerem, gyakran járok ide. Hát mi is. Igaz, Ellen? Hé, Ellen. Mi? Ellen? Elcsi. Emlékszik. Kitegyem őket, kisasszony. Nem szükséges, köszönöm. Jól van. Ellen. Annyira cuki. Úgy tesz, mintha nem ismerne. Értem. Hát képzeljétek, Sajni elmegyek Szabira, szóval Tali, ha visszajöttem. Hova mész? Caprira. Caprira? Úgy kell mondani, hogy Capri, legalábbis a helyiek szerint. Igen. Egyébként szívesebben maradnék itt, pilateseznék, meg olvasnék, de egy jachtnyi hódoló vár rám ott. Gyűlölöm a jachtokat, jól felszereltek, de... Rémesek. Fúj, jachtok. Hát ennyike, talizunk, ha visszajöttem, csoki barnán vidámon. Majd jól megnézlek. Igen, pá. Bocsi, Susan fingott. Komolyan? Egész nap fosik. Jézusom, köszi szépen. Normális vagy? Bepánikoltam. Más nem jutott eszedbe. De... Oda néz. De szar az a ruha. Micsoda önbizalom. Nézd már, itt nem is lehet bagózni. Inkább hazamegyek. Ne, maradj. De. Susan. Borszintabletta. Van nálam. Köszi. Szia. Fine, készen áll? Majdnem, Coop. Most érkeztem meg. Susan, ez fantasztikus. Ízlik? Csokis marcipán. Igen. Van mozgás a házban? A hőérzékelők nem jeleznek semmit. Valami zavar lehet. Nem tetszik ez nekem. Vállalom a kockázatot. Menjünk be. Basszus, valami baj van a kamerájával. Átkapcsolna az újra. Késő. Ah.
Sehol egy őr. Az biztos, hogy az apja sokkal óvatosabb volt. Akció lefújva, ez így túl könnyű. Szeretem, ha valami könnyű. Isten, fájn. Mindig megdöbbenek, hogy miket tud. Hé, fájnak sose fáj. Egész biztos. Szóljon, ha fáj. Tegye le a pisztolyt. Fájn, mi folyik ott? Kitalálom, valaki megkérdezte, hogy mi folyik itt. Hamarosan fáj vére. Ez van. Hatalmas pisztoly egy ilyen törékeny hölgynek. Jaj, ne mondjon már ilyeneket. Oké, közvetlenül jobbra van egy csomó kés. Abból, ahogy a pisztolyt tartja, látszik, hogy amatőr. Lebukik, megszerzi a kést és elveszi tőle a pisztolyt. Csak nem azt javasolta valaki, hogy szerezzen egy kést. Ne! Ne! A francba! Fine! Vajon most is lát engem? Várjon csak, belövöm az élességet. Úristen, fine! Úgy hívták, hogy Bradley Fine. A CIA-nak dolgozott. Olyan remek ügynökökkel, mint Matthew Wright, Timothy Kress, Rick Ford és Karen Walker. Tarts ki, Fine! Tarts ki! Minden tudok a profi ügynökeikről. Szóval, ha nem akarnak még több hullát látni, azt javaslom, tartsák magukat távol tőlem. És most elő a zsebékkel, mert sajnos nem lesz happy a befejezés. Ne! Jézusom, fájn. Igazgató helyettesként. A legnehezebb és egyben legfájdalmasabb feladat az, amikor búcsút kell vennem egy nagyra tartott kollégától. Akár szűk családi körben zajlik a búcsúztatás, akár a kollégákkal, mint most, rettenetesen nehéz. Nem tudtad volna megakadályozni. Bradley Fine. Több volt, mint kolléga vagy barát. Családtag volt. Közén tartozott. És bár tudjuk, hogy sajnos nem rajtunk múlik, hogy ki meddig élhet, egy ilyen fiatal, tehetséges ember elvesztését különösen nehéz feldolgozni. Oké, közvetlenül jobbra van egy csomó kés. Susan, elolvastam a részletes jelentését Réna Bojanovról. Tudom és teljesen megértem, hogy nincs jó paszban, de kérem, mostantól mellőzze azt a szót, hogy anárka. Ó, Jézusom, észre se vettem, hogy leírtam, bocsánat! Nancy, küldök egy fotót, nagyon homályos, tudsz rajta élesíteni? Uh-huh. Párizs? Mégis honnan a tökömből tudja ez az albán múfa nevünket? Fogalmam sincs. Kérem, ne beszéljen ilyen stílusban a nőkről, mert a HR-esek mindent hallanak. Ugyan, nagyon jól tudja, hogy a múf nem csak ezt jelenti. Nekem a pina ugrik be. Lapozzunk. Egyértelmű, hogy van egy tégla. Lehet, hogy tégla. Lehet, hogy feltörték a rendszerünket. Annyit tudunk, hogy Réna Bojanov el akar adni egy kisebb taktikai atomfegyvert egy csecsen terrorista csoportnak, és nem találjuk se őt, sem pedig a bombát. Szerencsére az egyik kollégánk, Susan Cooper, rábukkant egy nyomra. Rénánál megtalálta Sergio De Luca számát. Feltehetően De Luca az összekötő Réna és a terrorista csoport között. Talán ő próbál vevőt keríteni az atombombára. A telefonszáma Párizs irodájának a száma. Mondtam, hogy engem küldjön oda, és ne fájt. De őt küldte, és jól meg is halt. Én megyek, baszki! Nem lehet. Valakinek követnie kell De Lucát anélkül, hogy lebukna, és talán úgy eljutunk Rénához, de maguk közül nem mehet senki. Van egy ötletem. Befekszem az állarcgép alá, és új arcot kapok. Megjelenek, senki nem fog megismerni. Van aprója, mert 50 centbe kerül. Nem áll fizetős? Nem, mert ilyen gép nem létezik. Dehogy nem. Hallottam, amikor Kress és Wright erről dumált a slozin. Szerintem csak ugratták. Kibaszott pinabubusok. Jézusom, most már elég. Kikérem magamnak. Na jó, figyeljenek. Valamelyikünknek oda kell mennie, akkor is, ha tudnak rólunk. Eddig is sikerült beépülnünk, és mindig elkaptuk, akit kellett. Nem értik? Ez most nem egy szokványos bevetés. Elkaphatjuk Rénát, De Lucát, egy terrorista vezért, és ott a bomba is, úgyhogy nem hibázhatunk. Olyan embert kell küldenünk, akinek a jelenléte nem kelt feltűnést. Mondhatni láthatatlan. Vállalom. Kösz, leülhet, konyhás néni.
Komolyan, én eddig még soha nem voltam terepen. Ez így is van jól. Kurva rossz ötlet lenne. Az a lényeg, hogy kicsi az esélye annak, hogy bármit is tudnak rólam. De Fájnal dolgozott. Lehet, hogy valamit azért tudnak. Talán, de kétlem, hogy az arcomat be tudnák azonosítani. Miss Cracker, nagyon szeretném megpróbálni. Fájn miatt. És mi lesz a taktika? Előre küldi az egyik macskáját? Nekem nincs is macskám. Remélem, nem ezen gondolkodik. Ugye nem? Nézzel, Miss Cochlear. Ford, ha még egyszer Cochlearnek hív, én kitépem a kibaszott szívét. Nem csak amcsi állampolgár lettem, de esküdtettem, hogy megvédem a hazámat. És arra is megesküdtem, hogy megbosszulom a barátaim halálát, ahogy itt mindannyian. Én aztán nem. Én sem. Biztos, hogy mind esküdtettünk, bassza meg, én emlékszem rá. Felemeltem a kezem, és lenyomtam valami komoly dumát. Ha azt hiszi, hogy csak úgy hagyom, hogy egy ilyen elbaszott sütibuzi dolgozzon helyettem, akkor vegye úgy, hogy azonnal felmondtam. Bocs, hogy beleszólok, de én tulajdonképpen én is ügynöknek számítok. Nézze. Igen. Hivatásos ügynök vagyok, szóval ügynök, ügynök, ügynök és ügynök. Mondja, hogy nem veszi komolyan. Értse meg. A cég biztonsága érdekében muszáj komolyan vennem. Ezt vegye komolyan. Felmondok. Tudom, hogy létezik az a rohadt állatgép, csak nem akarják, hogy rájöjjek. Nos, azt hiszem, ilyen még nem volt. Kimondottan csinos kis iroda. Mi a helyzet magával? Ezt hogy érti? Néha bevadul. Abban a jelentésben azt szerettem volna írni, hogy Amálka. Olvastam az anyagát. Az egyik legjobb tanuló volt az akadémián. Kiválóan ért a számítógéphez, bár ez nem meglepő. Úgy tűnt, hogy túl szelíd. Az a típus, akinek még soha nem volt pisztolya kezében. Képzelheti. Hogy meglepődtem, amikor megnéztem ezt a felvételt magáról? Az én lennék? Nem hiszem. Hülye pisztoly! Ráadásul felgyorsították. Hú, nem a legjobb szögből veszik az akciómat. Nincs csak... Durva? Ez csak egy kiragadott részlet. Legalább 15-ször megnéztem. És baszott jó. Igen, majdnem felraktam a YouTube-ra. Tudja, finoman szólva, cikinek éreztem azt a feladatot. De hadd tegyem hozzá, hogy ez 10 éve volt. És az oktatóm túlélte. Fine, a mentora volt, igaz? Igen. És maga miért nem ment ki terepre? Hát így voltunk jók együtt, passzoltunk. Fine, zseniális ügynök volt. Gondoltam, jobban járunk, hogyha én bentről irány... Súg neki. Igen. Igen, kihasználta. Mindest csinálta, mielőtt én ide kerültem. Én úgy gondolom, hogy ő nagy tehetség volt. Liba. Részt vett azóta kiképzésen? 10 év hosszú idő. Nem, hölgyem. Normális esetben kötelezném rá, de nincs időnk. Nehogy valaki kiszivárogtassa a nevét. Szóval utazom? Utazik. De jó. De bocsi. Csak követ és jelent. Semmi mást nem csinál. Oké. Álnéven fog dolgozni, már nem Susan Cooper. Oh, volna az pár álneve... szuper névötletem. Mondjuk illene hozzám a Serafina, Maddox, Giselle, Carol Marilyn. Jenkins. Carol Jenkins. Elnézést, Miss Cracker, de volt régen egy szomszédom, akit Carolnak hívtak. Úgy bringázott, hogy a hajamat rendszeresen belefonta a bicikli kerékbe. Tudja, hányszor áthajtott a fejemen? Carol Jenkins. Szupi, Carol Jenkins, éjjel! Carol egyedül neveli a 4 gyerekét, Delaware-ből költözött Párizsba, és egy szoftvercég ottani irodájában dolgozik. Oké, ez kb. Stimmel. Mi a baj? Semmi. Csak olyan, mintha túszok lennének ezek a csóri gyerekek. Nem hiszem, hogy De Luca komolyan fog venni ebben a cukiparókában. De Luca azt sem fogja tudni, hogy létezik. Ha még nem értené, nem létesíthet semmilyen kapcsolatot a célpontokkal. Csak kövesse és jelentsen. A De Lucával szemközti épületben lesz a megfigyelőállás. Az a dolga, hogy lehallgassa a telefonhívásait, és ha kell, belépjen a gépébe. Ennél több izgalmat ne is várjon. Egyetlen hiba, és a terroristáknak már is atombombája lesz. Képes ezt felfogni? Igen. Patricktől megkapja a speciális felszerelést. Úristen, mit csinálok?
Kitaláltál már egy jó kis gémnevet? Az enyém az lenne, hogy Amber Valentine. A pornós csajok szoktak ilyen néven futni. Jó, de ezt már rég kitaláltam. Az első macskám Amber volt, és sokáig a Valentine Street-en laktam. A pornós neveket is mindig így magyarázzák. Jaj, ne! Azt hittem, hogy menő. Nem. Na, mi lenne a neved? Húsgolyó Martin Luther King Jr. sugárút. Bizony. Hűha. Figyelem! Na, ez aztán marha iszkis. Te kis kém, nő. Ugye, ugye? Kár, hogy te nem vagy az. Hogyha ég lesz egy olyan, ott lesz egy olyan. Nem lesz, de hogy lesz, nem lesz. Oda néz. Szépé, nem? Tiszta James Bond. Patrick. Susan. Hello, Patrick. Igen? Elaine pontos utasításokat adott arra nézve, hogy milyen kütyüket készítsek magának. Nézd azt az órát. Nem maga kapja? Nem. Ha megerőszakolnak, megfújom? Igen, mert csak olyan dolgok lehetnek magánál, amiket egy facérnő vinne magával Európába. De ezt egy boltban is megveheti. Ezt biztos nem. Ha megfújja ezt a sípot, egy apró mérgező nyíl kirepül és megbénítja a célpontot. Kizárólag a maga új lenyomatával működik. Őrület, ez tényleg eszméletlen. Életemben nem láttam még ilyet. Ez körömgomba elleni spré. Leállít és hatástalanít minden biztonsági rendszert. Gusta! Már láttam is, ahogy előkapom egy párizsi kávézóban. Egyben gázspré is. Nem elég, ha csak úgy néz ki, mint a gázspré. Nos, nem rossz ötlet, mindegy, majd legközelebb. Szívesen megvárom, amíg fölrak rá egy másik címkét. Nem, ahhoz be kéne kapcsolnom a nyomtatót. Most nincs kedvem. Ezek kloroformmal vannak átitatva. Ó, halálosan ciki. Meg a pak aranyérkendő. Belegondolni is rossz, hogy mi folyhat, vagy potyoghat alulról. Nem tudom, nekem nincs ilyen bajom. Nekem sincs ilyen bajom. Ha esetleg úgy érzi, hogy megmérgezték, kapjon be egy ilyet. Székletlazító. Megbántottam valaha is valamivel. Hát ez eléggé övön aluli dolog. Végül minden ügynökünk kap egy órába rejtett éjszakai optikát. Kösz, erről már sokat hallottam, úgyhogy... Kik ezek? Ha jól látom, Bette Midler és Barbara Hershey, a Barátnők című film. Uh-huh. Akkor most muszáj szeretnem ezt a filmet. Ha már ezt az órát viseli, nyilván. Hé, hey, Bette! Repülök! Anthony, le ne merítsd az akkumulátort. De jó, én is kapok olyat? Nem, biztos, hogy olyat soha nem kap. Itt van minden holmia. Gyorsan öltözzön át. Carol Jenkinsnek mielőbb indulnia kell a reptérre. És hadd jegyezzem meg, nagyon bátor, hogy az életét kockáztatja országunkért. Ó, ne túlozzam, vissza fogok jönni. Meglátjuk. Hé, Pat! Turbófingásra felkészülni. Minden bele, Anthony. Fingtam. Jézusom, beszartam. Ma'am, les Américains, comprennent. Qu'importe l'endroit et le contexte. On a toujours un bon nagyon dögös ez a szerkó. Úgy nézek ki, mint egy axűz bibliaárus. A Hotel Modiárbe legyen szíves. Hát ez tényleg gyönyörű. Halló. Wow. Milyen szép szálloda. Nem ide jövünk? Remélem ez az. Ez az? Nem? Talán legközelebb. Ajaj, úgy látom, hogy kicsit sötétebb környéken kocsikázunk. Dúl a szerelem. Talán jobb lenne, most már elindulnánk az én szállodám felé. Ne. Jaj, ez nem lehet. Nehezen hiszem el, hogy ez lenne a Hotel Modiér. Vagy igen? Pedig ez az, ez az. Ne is pánikba, Susan, okés? Nessie?
Nyugtass meg, hogy hallasz. Hallak, Bréko, Bréko. Ah, de jó. Örömmel jelentem, hogy a denevéreket kiiktattuk. Nincs több denevérszex. Nálad van a pisztoly, Carol. Igen, de ne szólíts így. Ó, te jó Isten, úgy érzem, hogy szívrohamom van. Nekem ez nem megy. Fine volt a csúcském, nem én. Nyugodj meg. Segíteni fogok, nem lesz baj. Majd együtt mindent megoldunk, jó? Kamerát be, hadd lássam a szavádat. Jobb, ha nem látod. Lepratanya. Rihanna szétverni a berendezés mérgében. Ó, júj. Ott a löbb idő áll a retek wellness. Figyelj, most pihent ki magad, jó? Reggel már is belevágunk. Ne kerüljön a szemem elé ez a dögréna. Legszívesebben azonnal kinyírnám. Nyugi, lélegezz mélyeket. Ide hallgass. Biztos, hogy nem fogtok találkozni, úgyhogy nincs miért aggódnod, jó? Ó, oh, ne már, miért? Skacok! Patkány van a cicimen. Hidd el, jobb, hogy ott vagy. Oké, és jó ét. Jó ét. Be. Látod, megy ez? Egy harcos vagy. Egy fegyver. Igaz? Semmi para. Pedig úgy látom, parázol. Basszus! Hogy kerülsz a szobámba? Hogy jutottam be ebbe a lepukkant szállodába? Úgyhogy egy igazi kém vagyok. De felmondtál! Meg kell akadályoznunk egy atombomba eladását. Erre ide küldik a télapok kibaszott feleségét. Te miről beszélsz? Hát engem küldtek ide. Neked nem is lenne szabad itt lenned. Hajlamos vagyok azt csinálni, amit nem lenne szabad. Tűzön járok. Csukott szemmel vízisízek. Zongorázni fogok időskoromban. Szóval biztos, hogy elkapom Delucát, Reinát és Dutájevet, és elveszem tőlük a bombát. Akkor meg miért velem foglalkozol? Azt hiszed, hogy elég képzett vagy? Én már egyszer újraélesztettem magam. Bazi nagy üvegszilánkokat húztam ki a szememből, leugrottam egy felhőkarcolóról. Az esőkabátom volt az ejtőernyőm. Aztán mindkét lábom eltört. Akkor is azt kellett mondanom, hogy benéztem a kurva hálót a cirkuszban. Olyan sok mikrocsipet nyeltem már le, és szartam ki, hogy kompjúter lehetnék. Ezt a karomat teljesen leszakították. De visszaraktam ezzel a karommal. Ne haragudj, de ez lehetetlen. Orvosilag. Egy akció közben, amikor egy bérgyilkost kerestünk, beszédet tartottam a kongresszusban, Barack Obamaként. Négernek sminkelve? Nem túl ízléses. Végignéztem, ahogy a nevelőszüleim egyszerre felrobbannak. Láttam, ahogy a nőmet kidobják egy repülőből, majd elcsapja egy másik, a levegőben. Kocsival 200-zal hajtottam egy vonat tetején, miközben égtem. Nem a kocsi, csak én égtem. Szűzanyám, nem semmi. Feltörtem a minibárt. Azt rosszul tetted. Te kevés vagy ehhez. Nem, te vagy kevés ehhez. Nem. Te vagy. Nem, te vagy a kevés. Te. Én mondtam utoljára. Egy horrorfilmbe csöppentem. Szóval, ha itt van a megfigyelő állás, akkor Deluca szemben van velem a 39... A francba. Mondd, hogy nem ez Deluca irodája. Ezek szerint tudta, hogy mész. Hát akkor most mit csináljak? Figyelj, semmi baj. Szépen vesszük az akadályokat. Gondolkodjunk. Sikerül. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. Candilia, az a le tűz. Hier soir. Et c'était pas rien, hein? Ouh. Regardez, voilà. Est-ce que c'est magnésatène? Allez-y, allez-y. Est-ce que c'est férfi? Il lakik dans ce utca? Non, je le connais pas. Jól van, nézem, nézem. Átfuttatom az adatbázison pár perc. Egyelőre semmi. Lehet, hogy csak arra járt. Keresd tovább. Érzem, hogy valami nem stimmel. Én meg azt érzem, hogy ezt nagyon el fogod baszni. Ó, oh. Oh. Hogy a denevér tépnészét fordaz. Sharon, Ford is Párizsban van, tudtad? Ha nem jelentkezik be, nincs mit tenni.
Szerez barátokat és szállj le végre rólam! Az volt a feladatod, hogy informáld a célpontot, hogy elégethesse a bizonyítékokat? Ha igen, bravo! Szenzációs munka! Biztos elkezdtek gyanakodni, mert te mindenhol ott vagy. Előbb-utóbb meg fognak ölni? Nem tudnak megölni. Nem hat rám 179 különböző fajta méreg. Tudom, mert egyszerre vettem be az összeset egy titkos bevetésen, amikor lebuktattam egy titkos méregfogyasztó bandát. Wow. Mint egy kutyaviadalon, de nem kutyák tépték egymást, hanem emberek mérget vettek be. A gazdagok pedig fogadtak, hogy ki éli túl és ki nem. Hát nekem ez valahogy nem túl hihető. 5 percig halott voltam, de aztán feltámadtam. Mi ez a gönc? Miért öltözött Sherlock Holmesnak? És Cracker tudja egyáltalán, hogy itt vagy? Nem kell engedélyt kérnem, hogy megmentsem az országot és megbosszuljam Bradley barátom halálát. Te nem is szeretted őt, Betty Fainnak csúfoltad? Karácsonyra egy doboz tampont adtál neki ajándékba. Így rivalizálnak a kanok. De te ezt nem értheted. Ha csak nem egy lőcs áll a paraszt szoknya alatt. Te mekkora tapló vagy? Ne mondd, hogy lőcs és ne csináld ezt! Engem senki nem lát, ha nem akarom, hogy lássanak. Úgy mozgok, mint egy kibaszott árnyék. Nagyon balhés fickó. Sharon szerint tényleg felmondott, pedig Elaine marasztalta. Ez a bosszúja. Nagyon kemény csávú a Louis Vuitton hátizsákjával. Te is látod, Nancy? Ez a fickó van a képen. Muszáj követnem. Hú, de izgés! Én meg követlek, ahogy követed, szóval csodi jó napom van! Mit gondolsz, Ford? Csapdába csalja? A barom észre se vette, hogy követi. Egy nővel beszélget, fogalmam sincs, hogy ki az. Te nem tudod, ki lehet? Várj, innen nem látom. Kicsit közelebb mennél? Az emberünk kicserélte a hátizsákokat, ez már nem vicc. Gyorsan szólok Fordnak. Ford! Ford! Vigyázzat! Félre az útból! A boltba hagytam a kisbabámat! Ne állják el az utat! Rosszul vagyok! Susan, kiabáld azt, hogy beszartál! Biztos, hogy mindenki félreugrik. Jaj! Beszartam! Bocsi! Ford! Van egy barátja. Hello everybody! Can you cook? Dance and dance! 7-7 Hallulu 7-7 1-2 7-7 Hallulu 1-2-3 7-7 Hallulu 7-7 1-2 7-7 Hallulu. Add it a microphone! Susan, az az utasítás, hogy el kell vegyülnöd. Mit csinálsz? Csinálni, ha véletlenül elkapod. Leütöm az aranyér meg a pakkal, nem tudom. Csak követtem és jelentem, hogy hol van. Bocs, de most úgy viselkedsz, mint Rick Ford. Nem értek egyet ezzel a szexi, ám felelőtlen akcióval, Susan. Úristen, befutott ebbe a házba. Na jó, ennyi. Szép volt, vége. Mára befejeztük a mókát. Rögzítettem a tartózkodási helyét. Akkor bemegyek utána. Mi? Fáj miatt meg kell tennem. Felért a tetejére. Jaj, könyörgök, vigyázz magadra. Tudod, hogy ez aztán nem a te műfajod. Olyan, mint amikor megnéztem a szex videómat. Képzelj el egy nagy tevét, ahogy kéjeleg. Persze. Csak akkor beszélj, ha megkérlek rá. Ne haragudj, csak annyira izgulok. Óvatosan, Susan.
nem gondoltam volna, hogy itt összefutok valakivel. A madaramat keresem. Hol lehet? Hé, pupsika! Szereti a madarakat? Azt ne, azt ne. Csak figyelmeztetem. Nem akarok több robbantgatást, fiatal úr. Na jó, ebből elég. Tegye le a kést, vagy lövök. Nem hinném, hogy megteszi. Egyébként sokkal hatásosabb, ha a golyó a pisztolyban van. Hoppá! Sajnos azt kell mondanom, hogy már a CIA sem a régi. Igazad van, seggfej! Jaj, Susan, ezt jól elintézted. Laj, laukád, laj, laukád! Miért tettem köris csirkét? Réna emberei biztos tudták, hogy Fort Párizsban van. A terroristáknak óriási reklám lenne egy felvétel, amin egy CIA tiszt nyilvános helyen felrobbant egy bombát. Kiderítették, hogy ki az a nő? A számítógép nem talált egyezést. Ford minden lépését figyelték. Egyébként hol van? Az az idióta továbbra is Párizsban bujkál. Onnan tudom, hogy most is próbálja feltörni a rendszerünket. Olyan, mint a kertből kiszökött kutya, ami mindent összeszar és meghág, amit csak lát. Sokkal könnyebb lenne. Ó, azt a vérerest! Na mindegy. Ford fasza nagyobb. Hát ez elég ciki. Miért kell mindig rámutatni? Hát látjuk. Kár, hogy meghalt, nem? Basszus kulcs. Te jó ég, egy videó. Gondolom maradt a témánál. Mindent vegyél fel a kamerával. A szállodából indulj és oda menj vissza a támadás után. Ronaldóval Rómába megyek. Ronaldo. Felbukkant már ez a név korábban? Nem tudok róla. Nikolá! Figyelsz rám, haver! Csak kipróbáltam a kamerát. Akkor fejezd be. Keresd meg Fordot. Anyám, ennek nem volt gyerekszobája. A francba most meg persze lefagyott. Pillanat. Nem akarok homokórát. Cooper, tegye már le a rohadt életbe! Hé, Nancy, előkeresnéd Fine kamera felvételét, amit Bojanovnál készített? Az asztalon lévő fotók közül keresd meg azt, amelyiken az öreg egy kocsi mellett áll. Ronaldo egy Rolls-Royce. Lépj be a nyomkövető rendszerükbe. Ha Rolls-Royce... Van benne műholdkövető. Nézd meg Bojanov adatait. A GPS rögtön megmutatja, hogy hol van most Rómában De Luca. Indulok a reptérre. Az kizárt, Cooper. Hazautazik most rögtön. Asszonyom, úgy érzem, hogy menni fog, és nem szoktam magamat fényezni, de most megteszem, és emlékeztetem, hogy megmentettem egy csomó embert. Már nagyon kevés kell ahhoz, hogy elkapjuk Rénát. Nézze meg, mi van a szőnyeg alatt. Új személyazonossága lesz. Hál' Istennek! Jaj, ne! A neve Penny Morgan. Elvált háziasszony Iowából. Annyi kozmetikumot adott el egy direkt marketing cég képviselőjeként, hogy nyert egy kocsit, de elcserélte egy európai útra. Szóval hobbim a dekupázs és a hímzés. Gyűjtöm a porcelánműtyöröket és a helyi kertészklub alelnöke vagyok. Miért nem az elnöke? Mondjuk, hogy a férjem az egyik porcelánbaba, az még szánalmasabb. 10 macska. Mi? Hát miért van 10 macskám? Hát az illegális, nem? Tudja, hogy Fine is mindig üzletember volt. Egyszer meg autóversenyző. Hoppa, itt a 10 macska. Kéne egy póló, amire az van írva, hogy még senki nem dugott meg. Cooper, igaza van. Eddig tényleg szépen dolgozott. Megakadályozott egy tragédiát. Kösz szépen. És mégis macskás nő lettem. Már ott volt a szőnyeg alatt. Még jobb nőnek érzem magam. Megtaláltad De Lucát? A Majestic Hotelban lakik, de most jött el, és
dél felé halad. Majd mondom, hogy merre menj. Már úton van érted egy ügynök. Elaine azt mondta, semmi puc, úgyhogy vagányt választottam. Oh, wow! Megáll, vagy mi lesz? Papagulo! Hello. Benvenuto! Hey! Ciao, bella! Oh. Isten hozta Róma! Köszönöm. Oh. Köszi. Oh. Én Aldo. Majdnem, mint az olcsó német üzletlánc. Én meg Penny, mint az apró. Apró Penny. Mint Penny a la vodka. Hát igen. Jesszus, megfogta a fenekemet. Igen. Jönni. Meg kell találnunk de Luca. Tájúságos mortadella! Work you watch me I'm by your potty feet to the floor Massi, biztos vagy benne, hogy az a fickó ügynök? Abszolút, ő az egyik legjobb, és izé... Oh, igen, most látom, hogy volt már rá panasz korábban. Ne csinálja ezt, az utat nézze! Az utat! Úristen, az utat! Hű, Aldo, nagyon jó időt megy. Szexuózó donna tonna megjönni, kérni, menni pronto, mert attól félni, ha még egy minútó nézni abba molto bella zöld szemébe. Amore fatale lenni. Oh, lenni késő. Volt olyan nő, akinek ez bejött? Úgy venni, hogy... Nekem nem. Ha nem, nem. Vegye úgy, hogy nem. Hey, signora, che sta írni éppen? Imádom il vostro ujjacskái. Egy perce még nekem udvarolt. Minél többi, annál tutti. Aldo telefono száma. Megjegyezni, elégetni. Ecco cretino, akiket kukkoló. Szeretik molto, hogy mond, kinyírni teljes família. Nem akar adni nekem valamit? Aldo adjon valamit? Meg akarja kapni tőlem? Nem hinném. Akkor mit akarni? Egy borítékot, amiben egy pisztoly van. Nem lenni pisztoló, csak alcobretto. Attól, hogy most nézd mi. Humoro, nem lenni pisztoló. Úgy tudni, már nem kelleni pisztoló. No, terci-ferci. Ciao, Johnny! Ilyen erővel akár Johnny English-t is küldhetted volna. Ne nyafogj már! Többet pasizol, mint én az elmúlt napokban, hónapban, évben, 3 év, 40 napban. Van valami híred de Lukáról? Igen, körülbelül... Most kell érkeznie. Őrület. Remek példán. Nem tagadom, nem tudok elvonatkoztatni a látványtól, úgyhogy neki szurkolok, neki kell győznie. Csak viccelek, nehogy jelesd Elainenek. Oj, tapizógép. Figyelj, egyelőre táboroz le a mögötted lévő cukrászdában. Aldo szerint Luca egész éjjel a kaszinóban lesz. Hát én most bemegyek. Susan! Hallottad Elaine-t? Csak kövesd, aztán jelents. Nincs kontakt. Bemegyek a kaszinóba, de Luca után aztán jelentek. Ha megpróbál velem beszélgetni, hát... Állok elébe. Susan, nem engednek be abban a faroklohasztó cuccban. Penny Morgan elégeti a cicás pólóját és ruhát vesz a nyereményéből. Hát akkor ez a te balhéd lesz. Yeah, I'm a diva. Nagyon remélem, hogy de Luca még ott van. Tudod, hogy nem fizetik ki neked ezt a sok cuccot. Turiban kellett volna vásárolni. Szia, most kikapcsollak, Nancy. Susan! Ó, oh, buongiorno, fiúk. 10 perc múlva már itt sem vagyok, mert mindent megnyertem. Na, hadd simogassam meg egy kicsit. Ó, oh, milyen zsíros. Jó zsíros a búrád. Asanti. Elnézést, nálam kell bejelentkezni. Szabad a nevét?
Penny Morgan. Nem, nem látom a listán. Nagyon sajnálom. Velem van. Nyuszi fő. Késtél. De olyan jól nézel ki, hogy bőven megérte várni. Gyere, ígyunk valamit. Au, micsoda úriember. Elbűvülően nézel ki ma este, édesem. Mi a szart keresel itt, dagiká? Azért ez elég gyors váltás volt, nem? Te mit keresel itt? Remélem tudod, hogy ezzel most lebuktathatsz? Én lebuktatlak? Hát ez kurva jó vicc. Jelenletet rendeztél, amikor nem akartak beengedni. Szerinted beengednek, ha előadom nekik, hogy hello, itt az akanyanya, hol a svédasztal, hamburgert a számba, merre van itten a Disneyland? Nem én vagyok a hülye Ford, te vagy a hülye. Nem kéne itt lenned, mert De Luca is itt van, és a közelébe kell férkőznöm. Igen, na és hogy, he? Hogy fogod csinálni, Cooper? Elcsábítod a csávot? Ez lenne a nagy terved? Igen, és akkor mi van? Miért annyira hihetetlen? Mert úgy nézel ki, mint egy vidéki hackney-zenekar pillantyúse, azért basz ki. Bízd rá, majd én elkapom De Luca. Elkapod egy körrel, de jó neki. Ne célozgass, ha téged akarnálak elkapni, már pucsítva nyerítenél, mint egy nedves kanca, és nem értenéd, mi van. De nem kell lesz, úgyhogy engedj dolgozni. Azt ajánlom, hogy fogd vissza magad, haver. Világos? Ha elintézed De Lucát, akkor soha nem kapjuk el Rénát. Úgyhogy sürgősen állíts magad takarékra. Takarékra? Amikor polóniumot kevertek az italomba, másfél évig voltam az intenzíven radioaktív mérgezés miatt. Egy időre megvakultam, miközben kivégezték a fél családomat. Igen, érdekes, hogy körülötted mindig mindenkit kinyírnak. Csak te úszod meg. Arra nem gondoltál, hogy a rokonaidat nem is ölték meg, hanem öngyilkosok lettek, mert annyira kikészültek a te hülye dumától. Élet-halál harc, élesben megy, ez a meló. Ezért kicsit más, mint testpedni egy kurva monitor előtt és googlizgatni. Mostantól hagyd békén, Ford, és De Luca se vegyen észre. Egyébként kidudorodik a Strucker a hátsó zsebednél. Ha csak nem vagy akkora király, hogy neked még a seggeden is van egy jó nagy faszod. Hölgyem? Igen, igen? Ez a hely már foglalt. Ó, persze. Gondoltam. Pardon, hölgyem, megkérhetném, hogy fáradjon. Kimegyek, semmi gond. Ja, ez nem ajtó? Na hát, nem tűnt fel, de semmi gond. Gondolom, sűrűn előfordul. Még soha nem fordult elő. Hölgyem. Igen? Megkérhetném, hogy maradjon itt. Ne csatagoljon el, ha lehet. Oké, maradok. Nancy! Susan! Jaj, de jó, szia! Megvan. Látom Rénát, és De Luca is itt van. Sikerült! Hibátlan követés és jelentés, kolléga. Jézusom! Beleüntöttek valamit Réna italába. Hát nem hinném, hogy vitaminkoktélt. Ölte meg Fine-t. Élvezettel nézném, ahogy haldoklik ez a szemét. Csak ő tudja, hol van a bomba, úgyhogy Dudájev soha nem kapná meg. Istenem, Susan, mit fogsz csinálni? Ó, elnézést, hölgyem. Ne haragudjon, hogy zavarom, de láttam, hogy egy pasos ginát öntött a koktéljába. Biztos, hogy nem maga volt. Mi? Nem, én soha nem tennék ilyet. Megmutatná, ki volt az? Ó, hát a pasi kisurrant azon az ajtón. Lila a csokor nyakkendője van. Köszönöm, Miss... Ó, Penny Morgan. Ugyanez természetes. Fontos, hogy mi nők legalább ilyenkor tartsunk össze. Sajnos manapság ez mindennapos eset. Gyakran meg akarják erőszakolni magát. Hát a minap kértem egy light kólát, és sört adtak helyette. Nem tudom, mi volt a fickó szándéka, de... Úgy tűnik, megtalálták ki. Jönne velem, hogy azonosítsa. Igen, hát persze. Mindig örömmel segítek. Basszus kocs. A barátnőm azt mondja, látta, hogy beletett valamit az italomba. Fogalmam sincs, hogy kik maguk. Tényleg, üzleti úton vagyok itt, és éppen indultam a szállodába, hogy lefeküdjek. Pompás.
Ettől még jobban fog aludni. Így, meg nincs benne semmi. Köszönöm, nem kérem. Kabberéna! Nagyon finom. Szóval rábasztál. Eddig voltam kiütve. Pont elég ideig ahhoz, hogy ki tudjuk röhögni. Mi történt? Álmodta az egészet. Viccelek. Szegénynek elfogyott a torka. Bocs, nem szoktam magam ennyire. Oh, köszönöm. Na hát, jól esik az udvariasság. Bocs, az előbbiért. Én már sok mindent láttam az életbe, de ilyet még azt hiszem, hogy soha. Penny, érez arra késztetést, hogy ezt elmesélje valakinek? Nem mondom el senkinek, mert az a seggfej megérdemelte, tudja? Én azonnal mondtam magamban, hogy szétmarnám a tetűtorkát. Szóval jól tette. Szeretném meghívni vacsorázni hálám jeléül. És beszélgessünk erről a rémes ruháról, förtelmes darab. Na jó, pont ezt a hatást próbálom elérni. Egyébként Christónak az lenne a dolga, hogy vigyázzon rám a bárban, hogy ne keverjenek semmit a piámba. Kap egy kis fejmosást. Nagyon helyes, kapjon kevesebb fizetést. Vagy egy golyót a fejébe, az mindig működik. Szóval Róma fantasztikus Róma hely. Róma borzalmas, unalmas és gicses. Úgy örülök, hogy végre valaki kimondta. Összerúzs azt a fogát. Tényleg? Mint a kis zsírkrétát evett. Á, francba. Szép jó estét. Akkor illet volna kihoznia, amikor leültünk. Nekem is pont ez jutott az eszembe. Egyelőre mélységes csalódás a kiszolgálás. Nagyon sajnálom, szinyóra. Elnézést kérek. Képzelj, egyszer valaki megevett egy ilyet régebben. Hát ez fura. Mindig széttépegeti az ennivalót, mint egy kis mókus. Nem, csak ellenőrzöm az állagát. Pont, mint egy kisgyerek. Köszönöm. Nos, hölgyeim, megtekintik a borlapunkat? Igen, Penny, rendelje maga. Kösz. Ó, oh, ennek van súlya. Szóval ma olyan vörös a hangulatom. Legyen testes, zajos, zamatos, kicsit olyan karcos murcis. Szeretem, ha hosszan búcsúzik a szőlő. Ugyanakkor végtelen lecsengésű az izéje, és fesztelenül, már-már szemérmetlenül kínálja magát, hogy újra lecsúszson. Hogy szinte érezzem a föld ízét, zamatát. Mert ha eszünk, na jó, ez elég ígéretesnek tűnik, van benne egy leheletnyi vibrálás. A tanninok visszafogottak? Hm? Na jó, akkor kérném a sapori delizie-t. Igen. Hölgyem, ez az éttermünk neve. Igen, pontosan tudom. Szóval lepjen meg minket valamivel, amit nem tudunk. Igen. Mondjuk, hogy van-e jó boruk. Hogyne. Már is hozom a kedves hölgyeknek. Sajnos azt kell mondanom, hogy már a kiszolgálás sem a régi. Igazán kár. Mindent tudok a profi ügynökeikről. Na jó, úgy érzem, hogy elmondhatom a frankót. Én egyáltalán nem értek a borokhoz. Szóval egy ájovai kisvárosban élek, és évekig spóroltam erre a római útra. Egy kis dobozban gyűjtöttem a pénzt. Hiába mondták, úgysem lesz annyi lóvéd. Lett. És most itt vagyok, megismertem magát, egy puccos étteremben ülök. És nagyon igyekszem jó benyomást kelteni, de azt hiszem, hogy nem igazán megy ez nekem. Gondoltam, hogy csóró. Az olcsó szalagavató báli ruhája nem éppen kifinomult. Ó, oh,
Én hát nem is voltam szalagavaton, úgyhogy talán... Még nem mondtam, de Bulgáriában nőttem fel, mellesleg rettenetes hely. Tele van szegényekkel, és minden káposzta szagú. Szóval emlékszem egy nőre, akit kitettek az otthonából, és az utcára került, de a testéből sem tudott megélni. Végül bohóc lett az utcán. Állt a sárban, szórakoztatta az embereket, és csak sírt és sírt. Ő jut eszembe magáról. Oh, ez kedves. Nem tudom mi az, de van valami magában. Ahogy elájult, ahogy beszél. A borzalmasnál borzalmasabb ruháit. Hát, ezzel azért vitatkoznék, mert csinos. Elszomorít, hogy azt a kevéske kis pénzecskéjét elkölti itt Rómában. Jöjjön. Budapestre utazunk. Budapest? El kell intéznem ott valamit. A magángépemmel repülünk, és ha végeztem, oda viszem, ahová akarja. Elvégre megmentette az életemet. Oké. Valami gond van? Nem, semmi baj, menjünk. Mi van? Csak dumáltam a csajjal. Nyugi, nyugi, ne kecsünk fel. Akkor most felugrom a szobámba és becsomagolok az útra. Susan az, morzézik nekünk. Minek, úgyis visszajön ide. Lőjétek. Ha a többi ruhája is olyan, mint ez. Le. Szólok valakinek, hogy égesse el őket. Az áramot. Az atom lenne. Áramot le a kaszinódi Rómában. Mi? Nem érdekel, ha az egész városban nem lesz áram, gyerünk! A szupi lenne. Megkérek mindenkit, őrizze meg a nyugalmát! Jaj, ne! Mi folyik itt? Szerencsére a haja felfogta az esést. Nem tudom, mi történt. Egyszer csak sötét lett. Remélem, nem rablás. A két smasszer először rám esett, aztán magára, sőt, az egyik megfogta a hátsómat. Nem tudom melyik, de éreztem, hogy meg akar fürgeújazni. Remélem, nem kapnak fejmosást. Miattok ne aggódjon. Nem fogják többet zaklatni. Bocs, ja? Engedem, menjen csak. Menjen csak, perverz állat. Wow. Ez nagyon menő repülő. A magáé? Az apámé volt. Soha nem repült még magángéppel? Ah, nem. Illetve egyszer egy fapados járaton két ülést kaptam, az flanci-manci volt. Fapados járat? Olyan lehet, mint egy mocskos disznó. Ja, olyasmi. Nem igazán lehet ehhez hasonlítani. Köszönöm. Mondja, miért ilyen kedves velem? Remélem, nem csak azért, mert egy depis bolgárbohócra hasonlítok. Nem, az anyámra hasonlít. Ah, tényleg? Az világos, hogy mi nagyjából egyidősek vagyunk? Milyen vicces. Ez a bolgárbohóc énje. Biztos. Csodálatos nő volt, nem hétköznapi. Különc volt, mint maga. Ahogy megláttam magát abban a libidógyilkos ruhában. Nem már. Mintha azt üzente volna, nem szégyellem világ, ocsmány vagyok, de vállalom. Ő az anyám. Wow. Hol szerezte rólam ezt a képet? Állati csini vagyok. Szia! Hasonmásom. Ő volt az egyetlen, akiben megbíztam. Égyünk. Az édesanyjára. Az anyámra. És magára. És magára is. Tudom, hogy soha nem menne le kutyába, de attól még ugathat nekem. Micsoda kibaszott kretén toszt. Tündéri csaj. Maga is. Szóval, hova is repülünk most? Hova is? Nem egészen értem. Jézusom. Ha esetleg úgy érzi, hogy megmérgezték, kapjon be egy ilyet. Kapjon be egy történt? Először láttam valaki cékletlazítóért vetődni. Többek között ez történt. Mit csináltak velem? Elkábítottak?
Természetesen. Megmondtam, hogy nem bízom senkiben. Átnéztem a holmiját. Érdekelne. Az aranyerének inkább a mérete extra, vagy a látványa? Ne SMS-ezzem már! Nem SMS-ezem. Ha tudni akarja, Candy Crush. Már a 95-ös szinten vagyok. Hogy ez mekkora tapló? Jesszus, Colin, mi a fasz művel itt? Sajnálom, Réna, de kicsit módosult a terv. Ki fizette le Colin? Colin nem dolgozik magának, már 8 hónapja, Frederick vagyok. Szóval ezért csinálja, mert nem emlékszem a kibaszott nevére. Maradjunk annyiban, hogy nagy a kereslet az árujára. Erre semmi szükség. Nagyon kényelmes életet élhet, Col... Megint elfelejtette a nem, neve? Nem tudom. Na? Hát... Meg ne halljam, hogy Colin. Paszki, őszintén leszarom, hogy hogy hívják, mert egy utolsó alkalmazott... Nem fog menni, Colin. Stennel már rég eladott. Frederick vagyok! Frederick! Bocsánat, néni, de csak azért fizetnek, hogy áll! Bassza meg! Réna, hozzá egyenes be a gépet! Mert én kurvára tudok repülőt vezetni! Nagyon fura! Azon már fölösleges furiáznod, nyanya. Igen? Hát inkább, mint a tiéden, Colin. Nem! Frederick! Lebuktatta magát. Kapcsolja be szépen a robotpilótát, és álljon fel. Ha tovább kamuzik, a CIA és agybeleje beteríti a műszerfalat. Tudom, hogy mire gondol, de téved. Az igazi nevem az... Kitaláltál már egy jó kis kém nevet? Nem. Az enyém az lenne, hogy... Amber Valentine. Mi maga, pornósztár? Mondtam, hogy piszok jó a humorra. Magántestőr vagyok, és az apja bérelt fel, hogy megvédjem. Testőr? Maga nem ár. Érdekes, mert úgy gondolom, hogy nélkülem már rég lezuhant volna valahol az Alpokban. Vagy tátongó lyukkal a torkán feküdne egy hullaházban. Igazi elkényeztetett kis görény. Az apám miért vett volna fel egy ilyen gombócot testőrnek? Mert megbízott bennem. És a franc se érti miért, de szerette magát. Nem akarta, hogy tudjon erről az egészről. Szóval ő... találta ki ezt az egész antinős Penny Morgan baromságot. Igen. Úgy hasonlítasz a halott mámimra. Egyébként kapja be, mert nem hasonlítok arra bajszos frémre. Nem csodálkozom, hogy az apjának nem lett fia. Megdugsz egy ilyen ufót, aztán füled farkat behúzva kereket oldasz. Baszódjon meg. Minden, amit mond, hazugság. Ó, mi a baj? Ez érzékenyen érinti? Igen, mindig is fiút akart, és ezt maga is tudta. Az volt a terve, hogy majd maga átveszi a bizniszt. Csak féltette, nem akarta, hogy megöljék. Szóval, ha élni akar, pakolja ki azt a bombát. És maradjon velem. Ha nem tetszik az ötletem, tudja, mit csinálhat Réna? Nyafoghat tovább magában. És egyedül kell letenni ezt a kibaszott gépet. Jól van, testőröm. De ha kiderül, hogy ezt az egészet kitalálta, olyan sokféleképpen fogom megkínozni, hogy el se hiszi. Akkor irány Budapest. Innom kell valamit, bazd meg. Azt elhiszem, bazd meg!
Köszöntöm a budapesti Four Seasons-ben, Miss Bojanov. Nem beszélgetünk, nem vagyunk barátok, menjen innen. Hé, tűnés, tűnés, majd én. Szóval mi a program? Kivel fogunk találkozni? Maga a testőrem, nem az üzlettársam, úgyhogy koncentráljon a védelmemre. Tehát úgy vigyázzak magára, hogy azt sem tudom, kivel találkozunk. Oké, és világos. Én leléptem, csináljon, amit akar. Menjen, vegyen egy dögös ruhát, amiben eltemetik. Pukkancs. Egy vevővel találkozom, ha tudni akarja. Ha sikerül megegyeznünk, holnap megkötjük az üzletet. Hol? Még nem tudom. Anton! Au! Anton az egyik biztonsági emberem, idióta! Igen, mondjak valamit, nem tetszik a pofája. Nem tetszel nekem, kis pofa? Ki a faszom vagy te? Én vagyok az, aki mindjárt levágja a farkad, a homlokodra ragasztja, hogy úgy néz ki, mint egy lötyet szarvú unikornis. Ez vagyok én, köcsög. Mostantól seggarcnak szólítalak, nem Antonnak. Elég, Jézusom, fejezze be. Higgadjunk le, oké? Okay? Mondja, hogy nem úgy néz ki, mint egy seggarc. Elég. Már értem, miért kedvelte az apám. Bemutatom Amber-t, a főtestőrömet. Tanuljon tőle. Véget, ha az okos fejeddel behorpasztottad a mobilomat. Nehéz este elé nézünk, azt hiszem. Nyugodtan megmosakodhat Amber. Tusoljon le, ez a lényeg. Igen, maga is beállhatám a csap alá. Úgy bűzlik, mint egy prosti partra vetett hullája, ami pár hétig rohadt a napon, mielőtt megtalálták. Erre aztán tényleg semmi szükség. Sajnálom, ez erős volt. Igen, ah, erős Jézusom. Volt. Bocsánat. Most meg mit bámulsz? Ha? Elpusztítalak. És miután elpusztítottalak, készítek egy képet a cafatokról, amik maradtak belőled, és elküldöm anyádnak. Csatolom hozzá az utolsó szavaidat. Szörnyű, az anyám, ő tette ezt velem. Az piszok nagy szemétség lenne. Igen, piszok nagy szemét vagyok, csak most jöttél rá. Ide a tetves kabátodat. Csak hogy ez férfi kabát. Lehet, de te nem vagy férfi. Csak egy féltökű, aki Neónak képzeli magát. Tulajdonképpen az anyám kabátja, de ő nagyon férfias, úgyhogy... Úgy nézel ki, mint egy abba foskupac, amire rádobtak egy kabátot. Nem, ezt nem adom oda magának. 12 órája rohadok ebben a ruhában. Ide a kabátodat! Nem. De! Nem, nem adom, ez az én kabátom. Előbb kitépem a beleidet, aztán kiharapok egy darabot a hátadból, mint egy vérfarkas. Úgy, hogy a kabát nem szakad el. Csak hogy hordhassam is, utoljára beincsek neked, baszod! Azt nem fog, baszod! Akkor elveszem, baszod! Figyelmeztettelek, svéd húsgolyózabáló mocsadék! Úristen! Úristen! Nancy! Úristen, Susan! Halló! Halló! Mondj valamit, könyörgök! Susan, akármit! Én ezt nem bírom tovább! Sajnos tudom, hogy egy kémmel nem történhet elviselhetetlenebb és borzalmasabb dolog, mint amikor elszabadul az agyam. Kérlek, ments meg magamtól, Susan! Ugye tudod, mi jön most? Az, hogy nem tudom bekapni a számot? Tudtad, hogy a ragyák örökre megmaradnak? Hiába a krémen, kamu az egész! Már be! Tényleg az agyamra mész! Nem tudtam beszélni, mert mások is voltak a liftben. Ah, akkor jól vagy, hál' Istennek! 12 órára eltűntél, nem tudtunk rólad semmit! Kivettem a fülest és kikapcsoltam a kamerát. Rénának szinte minden gyanús, úgyhogy messziről kiszúrta volna a cuccomat. Rénával vagy? Tudod, hogy nem mehetsz a közelébe. Nancy, tisztában vagyok vele, hogy veszélyes, de jó nyomon járok. Értsd meg, hogy még egy kicsit szüneteltetnünk kell a kommunikációt. Jó, semmi baj. Most már sokkal könnyebb lesz követni téged. Mégis miről beszélsz? Oh! Oh! Jézusom, te mit keresel itt? Elaine pontosan tudni akarja, hogy mit csinálsz, úgyhogy lenyomoztalak. Aztán ide küldtek, érted? Téged küldtek? Ugyanúgy nem ismernek, mint téged, úgyhogy nem fogok lebukni. És kaptál valamilyen álnevet? Annyira menő. Bedobtam az Amber Valentine-t. Mi? És megengedték. Nem értem neked, miért engedték meg. Nekem Macskás néninek kellett lennem. Amber! Igen? Ki ez? Ó, bocsánat, nem tudtam, hogy itt a rendőrség. Ő kolléga, biztos úr, akiről már meséltem, basszus. Nem mesélt. Dehogy nem, drága Beethoven! A két csodaszép Amber. Ó, emlékeztetnélek, hogy fog be a pofát, Tony. Nem rémlik, hogy be kéne fognom a pofámat. Azt akarod, hogy a ninja sárkány lédik megbüntizzenek? Az egyiktől kapsz egy kemény tockost, a másik rendesen segbe küld. Félúton találkoznak, és addig pumpálják a szíved, mint egy harmonikát, míg szét nem durran a picsába. Hülye svéd köcsög. Úgy sem meri. Jaj, ne sírj! Te kis hülye gyágép. De nem sírok. Már is bőgsz, nem is. Csak rohadt meleg van. Azt hiszem, hogy most már le lehet szállni Antonról. Köszönöm. Hogy hívják? Susan Cooper! Csak úgy
Úgy ki. Te hülye vagy? Bocsánat. Nem használhatja a valódi nevét. Ő az egyik legjobb. Kurva nagy tehetség. Kurva nagy. Miben? A zsiráfnak álcázza magát? No. Ezt ne csináld. Nagyon jó. Mert magas vagyok. Egyébként az óvodában zsiráf volt a jelen, ma aztán a nőttem, éve-hóba lezsiráfoztak. Ami nem baj, de a nyakam nem hosszú. Suzanne, vidd biztonságos helyre Rénát! Rajta vagyok! Menj! Mocira, ki vagyok én, a pápa? Tudja, van közelben hamburgeres? Mi? Láttam, van arra egy KFC, de nem vagyok nagy csirkés. Mindig költöztem haza. Oh my God, akkor hagyjuk! Isten, Karen, hogy nem Káprin vagy? Bocs, hogy rád lőttem, de nem. Biztos te sem tudtad, hogy én vagyok. Kicsit más a hajam. Tényleg? És baromi jól áll. Pótha is van benne? Nem, ez mind a saját hajam. Párcsat, és befestettem. Szoki, nekem tetszik. Ne haragudj. És ezért is bocsika. Nem tudom, elmenekült, mert sajtszagom van. Az volt a dolgod, hogy vigyázz rá! Annyira gyorsan tud futni, még azt a hajat is cipeli, ami legalább 10 kiló. Mi van, ha boszorkány? Szerinted elhasszózott minket? Karen Walker halott. Mi? Kettős ügynök. Láttam, hogy lelőtték. Nem tudom, hogy ki, és egyre követhetetlenebb ez az egész. Úristen! Hozzanak fel ide, de kibebaszott kurva gyorsan! Mozgás! Mi van, ha hallotta? Nem hallotta. De mi van, ha hallotta? Kizárt, nem is beszéltünk olyan hangosan. Ilyeneknek szuper hallásuk van. Biztos, hogy nincs szuper hallása, és csak azért beszélek róla, mert szóba hoztad. De sajnos túl sötéten kattognak a kerekek az agyadban. Na hát, most már itt tartunk, Amber Valentine. Susan Cooper, igen? Susan Cooper! Thank you.
Semmi baj. Kocs, te lebénultak a lábaim. Figyelj, Nancy. Tudom, hogy rettenetesen félsz, de most már benne vagy. És most nagyon, nagyon kérlek, hogy szedd össze magad. Összeszedem magam. Én már is a világ legösszeszedettebb embere vagyok. Ha nem látnád. Jól van, gyere. Készülj fel mindenre. Kiszámíthatatlan. Sosem tudom, hogy mit gondol. Mert biztos bolgárul gondolkodik. Most mit csinálsz? Bekötöm a cipőfűzőmet. Nincs is cipőfűző. Gyere már! Befelé! Bassza meg! Most már meg akarnak ölni, de sajnos a rohadt biztonságiak közül csak ez a két selejt maradt, akik úgy néznek ki, mint a berezelt avadások! Biztos, hogy nincs alkalmasabb ember ennél a sajtszagú aszmástrucnál! Hát neki inkább a szellemi háttérmunka az erőssége, nem ez. Szellemileg erős háttér vagyok. Rengeteget olvasok, térképet és tenyérből, és olvastam az összes éhezők viadalát. Azt hiszi, megnyugtatott! Nem tudom, bepánikoltam! És maga! Nem akarok több ilyen ocsmány Penny Morganes cuccot látni! Öltözzön úgy, ahogy a normális emberek! Szerezzenek még testőrt, mert ha nem, mindketten meghalnak! Na ezt kap be, Rina. Ez a meló egyre többbe kerül neked. Az összes ruhapénzt elköltötted a múltkor, amikor be és foglalkozzunk azzal, hogy hol akasztunk le még egy testőrt. A büdös francba. Nyugi, elég. Nyugi, durcika. Már értesítettem a hivatalt. Oh, ne már! Fú, Ringo Ditko! Magnifico! Na, látsz már valakit? Nem, egyelőre senkit. Ijesztő társaság gyűlt itt össze. Hello, csinik vagytok. A szépség mulandó. Röhög csak. Azért légy résen. A fenébe is. Már megint mi van magán? Vegye le a kesztyűt, úgy néz ki, mint egy dagadt Darth Vader. Magának meg egy evoktetem rohad a búráján. Nem értem, miről beszél. Majd megérti, amikor szétkapom, mint egy dühös tauntan. Rém vicces. Szóljon, ha látja ezt a nőt. Ő mondja el a részleteket. Van egy barátja. Milyen csinos. Örülök, hogy észrevette. Tartsa észben, amikor legközelebb ruhát vásárol. Tartsa nyitva a szemét. Lehet, hogy szükségem lesz magára. Ha Aldo behújna szeme, ilyen molto test láttán nem ismernék rá. Ó, Jézus. Nancy, emlékszel a nőre, akit Párizsban láttam, a bombás? Állítólag ő is mindjárt itt lesz. Tudjuk, hogy De Lucának dolgozik, úgyhogy biztos lesz valami. Ah, hogy rohanná meg. Bocsika, ő a pasi. Igen. Nem is löktem meg erősen. Keresd magadnak egy zebra fiú, tessék, ezt neked adom. Hello, mit keresel itt Ford? Neked segítek, Cooper. Jó, hogy megtaláltad Rénát, de nem veszítheted el. Ez már kibaszottul nem vicc, ez nem neked? Vicc. Pedig kibaszottul vicces ez a béna Albus. Mi van, kire voltál egy elmezkölcsönző? Vigyázz, mert le fogsz buktatni, Dani. A napszemcsó az álcád? Ez csak kiegészítő. Tűnj el innen! El fogod baszni, és nem tudlak megmenteni, amikor majd sírsz, mint egy kislány. Tudnád, hogy utállak. Megértem, hogy belém zúgtál, de ne akar értem meghalni. Ne, csak szeretnéd Magnum. Úgy táncolsz, mint egy kanos nyolcadikos. Áll a dákot, szállj le róla! Vegyülj el, vagy húzz a faszba! Te húzz a faszba! Kerjedsz a dominákra! Baszki! Hogy rohadnál meg? Szállj le róla! Te szállj le róla! Kosztustalan az izzat, seje minket! Vegyülj el, vagy húzz a faszba! Hé! Köszönjük, gyönyörű hölgyeim! Fiúk, hogy bírjátok? Nagy tapsot, Mr. 50 Cent! Mézó Budapest! Nem én betoltam egy lágost, és nagyon ott volt! Franz, ott van! Figyelj, Réna nem láthatja meg őt, úgyhogy intézd el a testőreit, a csaj pedig bízd rám. Nekem senki nem mondja meg, mit csinálja. Basszus, van jobb ötleted? Igen, de
befújjuk a helyet egy olyan gázzal, ami átmeneti emlékezetkiesést okoz, aztán beszerzünk 100 lúd dinamitot. Okosolj, menj már, menj! Nancy, gyere, szükségem van rád. Páris Luden, itt vagyok, elnyedest! Oké, itt vagyok. Szerna! Azta! 50 centike! Zsír, hogy így nyomod! Réna, nem vehet észre azt a nőt! Gyerünk, csinálj egy kis káoszt! De milyen káoszt? Jó nagyot! Imádlak, 50! Fordulj meg! Szedjétek le! Csücsörít! Nancy, megvan, kint találkozunk! Rendben, megvolt, most már jó, köszönöm szépen! Bizony, teljesült a vágyom! Ennyi volt, úgyhogy jöhet Michael Bublé Horvátországban! Kellek neki? Jó van, Cooper, innen átveszem! Te most gyere velem! Isten szóval! Na jó, még nagyobb káosz kell! Hatalmas káosz! Meg kell tudnom, hogy kinek dolgozik! Vigyel innen Rénát! Istenem, nem már! Na! Óriási csalódás volt. Rá kellett jönnöm, hogy 50 Centnek egy csepp humor érzéke sincs. Erősítést kérek! A klubba hagytam a pisztolyomat! Nyomod a kis rugdalózódban. Sem. Ez csak a férfiak élvezik. De mi, érted, két okos, csinos csaj, csak püföljük egymást, mint két állat. Hasonlítasz egy régi barátnőmre a főiskoláról. Van ilyen. Mi nők is tudunk indulatosak lenni, de általában csak hadonászunk. Ó, alig várom, hogy kinyírjalak. Hogy már benned volt, nem szeretném, ha bennem lenne, ha nem muszáj. Kajfer! Most letartóztatlak. Én Susan Cooper, az Amerikai Egyesült Államokból.
ezt hogy csinálta? Nem én voltam, hanem ő. Hello, Coop. Ébresztő! Kellemesen zondizott. Úgy horkol, mint egy Bernáthegyi. Megragadta a lényeget, annyira szégyellem magam. Az apám sok embert hozott ide. Magát pedig kurvás delfini domárnak öltöztette. Éheztette, kínoszta őket. Nem fogta vissza magát. Azt gyűlölte a legjobban, amikor hazudtak neki. Ezt örököltem tőle. Tudta? Persze, hogy tudtam. Mondtam, hogy jobban jár, ha az irodában marad. Megúszta ezt az egészet. Mi van, Fine? Már atommal seftel a fekete piacon. Terrorista? Nem. Csak engem kúrogat. Hangos kisanyám. Tessék? Hangos és bőnyálas. Undorító. Felfordul a gyomrom, mint egy fogatlan vén szipírtyú, ahogy szívja ki a lekvárt a fánkból. Meséljen, milyen érzés az apja gyilkosával kefélni. Ez nem jött össze. Már tudja, hogy Kressz volt az. Értem. Biztos évek óta szerelmes belé, eltalálta. Gondolta, addig duruzsol a fülébe, még egyszer egy szép napon viszonozza a szerelmét. Szerencsétlen hájas kis Susan Coleman. Sajna nem ez a vezeték nevem, úgyhogy nem szívom erre. Kupon. Nem. Koton. Akkor már inkább Kruton. De nem hívnak Krutonnak se. Krupp. Nem talált. Kamcsatka. Nem, sőt, egyre hidegebb. Jó, tök mindegy, hogy hogy hívjuk. Az a lényeg, hogy halott. Hé, Nyuszi, abban maradtunk, hogy estig nem öljük meg. Meggondoltam magam. Viszlát. Nem pazarolnék rá golyót. Vigyék a terembe. Nem sikerült. Bebuktam a feladatot. Fine életben van. És áruló. Ne lenni dramatiko. Mi a mamma mindig mondja? Aldo, az élet tutto bánat. Meglepetiko. De io egy fantastico. Rengo dütko. Lenne. Szép gondolat. Susan. Ne érjen hozzá. Ne, kérem. Nagyon kevés időm van. Miért csinálta ezt? Mert csak így tudtam bejutni. Eljátszottam a halálomat, hogy Reina megbízzon bennem. Blokkoltam a jelet és kipattintottam a kamerát. Könnyű volt. Nem akartam magának rosszat, de meg kellett tennem, muszáj volt. Reina az összes ügynökünkről tudott, miután Karen Walker leadta neki a drótot. Persze ezek után senkiben nem bízhattam, még magában sem. Honnan tudjam, hogy igazat mond? Karen Walker nem akarta megölni? Maga lőtte le. Nézze, sikerült beépülnöm. De azért nem annyira, hogy ne tudjam megvédeni. Akkor nézzen a szemembe. Mi? Nézzen mélyen a szemembe. Fura, de ez egyik nagyobb, mint a másik. Tényleg? Nem. Tökéletes, passza meg. Segfej. Ez fájt. Helyes, az volt a cél. Ditko. Veszélyes a fickó? Csak a ditkósoknak. Réna tényleg tudta, hogy ki én vagyok? Nem. Amíg le nem buktatta magát abban a konyhában. Nem annyira profi a nő, mint gondoltam. Szerencse, hogy nem az, mi? Mert ha az lenne, maga már rég nem élne.
Azért elég jól átszállom. Most mennem kell. De Lukánál találkozunk Dudájevvel. Aztán elvisz minket oda, ahol a bomba van. Nyugi, már nem tart sokáig. Kitartás. Ciao, bella mozzarella. Most ne, Aldo. Azt hinné. Signor Fine, molto alábecsülni maga. Megtalálni célpontok, követni őket, molto keményen küzdeni. Susan. Prima bene, ügynök. Majd elkapni őket, eh? Ha csak nem lesz nekünk campo. Hát akkor nem. Tudja mit? Nem akarom itt végezni. Gyerünk, oldozzon el. Ditko. Mi? Ne! Ne! Rohadt életbe! Oldozzon el! Ném, hallani fájnó. Kitalálni tutti. Maradni csak itt. Oldozzon el! Gyerünk! Az a seggem. Lenni nehéz bármi látni ebben a pozíción. Akkor is a seggemet tapizza. Oh, sí, akkor scusi. Ja, bene. Dőlni el. Anyám! Na, hé! Hey! Csomó lenni molto szoros, de azért így is haladni. Már könnyékig ben van. A jobb kezem nem tudni használni, szinte csak a fácsém szabad. Bene. Próbáló így! Ah, Jézusom! Oké, oké. Kukac ficánkolo pronto. Azt hiszem túl hangos. Stop. Van ötletto. Ne, már megint. Nem mozdulni. Várjon, várjon, relaxo. Várjon. Ezt nem hiszem el. A fenébe is olyan elégedett voltam magammal, mielőtt ez történt. Most a cobretto gyengéden csókolgatni a fácsi a hátulja. Oldozzon el, vagy letépem a heréjét. Ó, mamma, bárcsak lenne idő ilyen huncutságok. Fúj! A feje! Azt hiszem felcsúszott a vékony belembe. Ne nyalogassa már! Ez is megvolt. Köszönöm, Aldo. Nem akarom tudni, hogy miért nedves a nyakam, de profi munkát végzett. Prego. Forduljon meg, leveszem a kötelet, aztán húzzunk innen a francba. Hagyjon már végén, pervers digó. Kicsi a CIA-t és az Interpolt. Én megyek De Lucához, segítek Fine-nak. Tudni, hol a villa? Én mindent tudok. Egy szép napon. Supero came, Susan Coopero. Aldo me curo. Az új kocsi illatát. Olyan fincsi.
Mentem önöket a Balatonnál. Megláttam ezt a lépcsőt, és építettem köré egy házat. A mi drága dudajövünk hamarosan érkezik. Réna. Maga elképesztően gazdag nő lesz. Nyilván tudja, hogy mostantól meg kell válogatnia a társaságát. Kinek van szüksége hamis barátokra? Olyanokra, mint ez az úr. Látom, hogy miért vonzódik hozzá. Magának ritka szép szeme van. Kösz. Ön ugyebár a CIA-nak dolgozik. Nem túl szerencsés, hogy pont őt választotta szeretőnek, Réna. Ezzel nem szerez jó pontokat az üzlettársainál. Kapja be, Sergio. Az apámmal nem mert volna így beszélni. Nem is kellett. Mr. De Luca, ez igaz. Nekik dolgoztam, de úgy tudják, hogy meghaltam. Most már Rénával vagyok. Mindkettőjüknek segítek. Maga és Karen Walker is kettős ügynök. Mi van ezzel a CIA-val? Drónokra bízzák a menő feladatokat? Amíg nem szabadulunk meg tőle, nem lesz semmilyen üzlet. Ne merészeljék, baszki! Igen, hallották a seggfejet. Ne merészeljék, baszki! Többen vagyunk a kelleténél, Miss... Bocs, hogy a picsába is hívják? Susan Cooper, a CIA-nak dolgozom. Jesszus, Réna, képes volt idehívni az egész ügynökséget? Vagy netán... Csapatépítés van a szomszéd villában? Kurvára vicces, haha. Higgy el, érdekében áll, hogy én és Fine életben maradjunk. Én próbálom követni, de nem igazán értem a logikáját. Felvázolom a szitut, oké? Mindjárt találkozik Szolszed Udájevvel, akiről már évek óta gyűjtök anyagot. Ezek a piperkőcök ahelyett, hogy folyton a szépségszalomban ülnek, informálhatnák magát. Sokan meghalnak, akik vele üzletelnek. Elmondja, mit csinál Udájev 5 percen belül gondolkodás nélkül? Elég feltűnő, ha egy orosz zászló tetkóját próbálják eltüntetni. Dudajev öccsét az orosz hadsereg katonái ölték meg, jesszus! Van számítógépet? Hallottál a Google-ról? Mondok még valamit. Emlékszik a múcikára, aki Párizsban tüsténkedett? Nem is maga kell neki, hanem Réna. Ha én nem vagyok ott tegnap, elrabolta volna Rénát. Maga meg a pöcsével a kezében rohangálna, mert nem találna a bombát. Szüksége van rá, De Luca. De csak akkor segítek, ha Fine életben marad. Szóval csak, hogy tisztázzuk. Maga a CIA-nak dolgozik, de hajlandó segíteni nekem eladni egy atombombát, hogy megmentse ezt az embert. Ezt miért kéne elhinnem? Mert szerelmes belé. És akkor mi van? Ennek a baromnak fel sem tűnik. Túl sötét ahhoz, hogy felfogjon ilyesmit. A CIA is bekaphatja. Mit tettek ezek értem? Elvettek 10 évet az életemből. Egy denevérekkel teli pincében kell rohadnom, amik ráadásul beleszartak a szemembe, amitől begyulladt, mindegy, valamitől elbaszódott a szemem. Már réges-régen leléptem volna, ha nincs ott Fine. Szóval, igen, mindent megteszek, hogy életben maradjon. Szánalmasan hangzik, mi? Hadd ne kommentáljam. Mondom, hogy seggfej. Ha ennek vége, kopaszra borotválom a búráját. Rendben, Miss Ruffy. Elfogadom az ajánlatát, de ha bármit is megpróbál, akármit. Teljesül a vágya, mert magát és a barátját is a mennybe repítem. Gyerünk. Mr. Dudájev, köszöntöm Magyarországon. Éljen a csecsen, olasz-magyar barátság. Hagyjuk a jó pofizást. Hol van a csomag? Amint megtörtént, a kifizetés. Az eladó biztonságos helyre visz minket. Bárhol is legyen az. Majd én adonis. 100 millió euró sem ér már annyit, mint régen, igaz? Szép kő, Szolsza. Nos, Réna, átadom a terepet. Uraim, kérem, jöjjenek velem.
Itt is van. Ez valami rossz vicc? Viccelnék? Szólsz rá. Csak hogy tudja. Az az atom. Okos lány. A ulomma béledre kesz. Talált. Annyi ulom van benne, hogy egyáltalán nem mérhető a sugárzás. Apám kiválóan értett a munkájához. Hihetetlen. Szólhatott volna Réna. Már egy hete ott tárolom az edző cuccomat. Igen, az. Mi a fasz csinál? Ilyen az üzlet. Mehet a helikopterbe. A gyémántjaimmal együtt. Mi a fasz folyik itt? De Luca jól megszívatta Réna. Maga elvezette a bombához. Ugye, nem gondolta, hogy neki adom. Olyan, mintha kaviára letetnénk egy parasztot. Van egy érdeklődő, aki 500 millió eurót hajlandó érte fizetni. És Dudajev különben sem tudta volna bejuttatni a bombát Amerikába. A vevőm azonnal New Yorkba szállítja, és már a jövő héten beélesíti. Szóval, nyomás. Aki még nem látta a nagyalmát... Akkor mi lesz? Most engem is meg kell ölnie, Sergio? Attól tartok, igen. Ne haragudjon, de így sokkal tisztább, ugye megérti? Én nem értem meg, te Luca! Nézzék el neki. Hát ez egyre csak jobb lesz. Na, mindenkinek köszönöm a közreműködést. Sajnálom, Réna, nem lesz happy end. Yeah.
Jézusom, most rohadtul nincs kedvem egy szumó bemutatóhoz! Hát tényleg? Akkor játsszuk ezt! Nekem meg nincs kedvem a parostát pofádat nézni! Na itt a vége! Bocs, kém! Már nincs kedvem játszani! Már nekem sincs! Búcsúzz el a játékaimtól! Ne merészed! Jézusom, ne! Ne! Ó, Úramisten! Ez egyre csak jobb lesz. Gerjed rám! Szerintem most már szálljunk le! A tóba hajítottam az atomot! Köszi, fiúk! Bocs a tó miatt! Nyugi, Foszfény, ne lögdösd! Neked is lesz képed. Mindenki sorra kerül 50-vel. Ugye vágott, hogy segítettem megölni egy terroristát. Kanye, mikor volt ekkora király? Soha! Hát nem csodálatos. Minden vágyam, hogy életem végéig börtönben legyek. Legalább bőven lesz időm feldolgozni, hogy többször is lefeküdtem az apám gyilkosával. Mindegy, hívja fel az ügyvédemet, ahol mi még a szállodában van, mindent hozasson el. Azt hiszi, hogy még magának dolgozom? Két érdekel. Kapja be. Tudtam, hogy szívből imád. Hé! Hey! Kapja be, Tövig! Ne buzerálja a hajamat! Magam itt bámulj! Jaj, ne, Áldóka! Túl fáradt vagyok ahhoz, hogy a kezére csapkodjak. Kérem, kisasszony, egy szót se többet. Nézze, az igazi nevem Albert, MI6. Bocsásson meg, ha az álcám kissé nyers volt. Mindig beleélem magam a szerepbe, és bevallom, olykor még éles helyzetben is felizgulok. Vettem észre. Szeretném jóvá tenni, így ha valamikor netán Londonban jár, szívesen meghívnám egy teára. Jól van, persze. Szívesen elmegyek. Pompás! Állat! Hogy tetszeni az elegant áldó, á? Megnézni az összes Downton Abbey-e? Ugyancsak tréfálok. Vagy még semmá? Őrület. Coop! Szép volt! Ez igen. Super Cooper, zsenikém! Köszönöm. Egyetértek, maga komoly tehetség. Köszönöm, asszonyom. Szeretném, ha továbbra is inkább ezt csinálná. Wow. Már holnap Prágába repül, hogy beépülhessen egy nemzetközi drogcsempész bandába. Az új személy azonossága. Mit gondol? Susan Cooper ügynök, szolgálatra jelentkezem. Jó, ezt nem szokás mondani, de mindegy. Akkor nem mondom. Értem. Köszönöm. Francis Mays munkanélküli ügyfélszolgálatos, aki segélyekből él. Jesszum, Pepi! Ki csinálta útlevélfotót olvasó szemüvegben? Csak megviccelte, és el is hitte. Hát,
hát ez jó poén volt. Nem, egyébként nem poén, nincs humorérzékem. Hát az nincs. Majd beszélünk. Örülök, hogy a szeme már nem könnyedzik. Az csak allergia volt. Jól van, hagyjuk. Szóval igazi kémkup. Igen. Gratulálok. Kösz. Biztos, hogy soha nem lesz még egy ilyen jó emberem a pincében. Szerintem lesz. Sok tehetséges emberünk van. Szóval csak azt akartam mondani, hogy van egy jó kis vendéglő a közelben, és mi lenne, ha elmennénk egy maratoni hamburgerezésre? Az az igazság, hogy ma este nagy csajbuli lesz. Megérti, ugye? Hát persze. Majd beszélünk. Jó bulizást kívánok. Köszönöm. Nagyobb a bundája, mint gondoltam. Igen. Később pacsizunk, Cimbi. Hey, Coop. Azt, amit Delucának mondott rólam. Komolyan gondolta? Olyan imádnivaló. Örülök, hogy nem haltál meg, Bettiket, te buta nyálas kis díszpöcs. Istenem! Ügyes voltál, Cooper. Ó, ezt vehetem Bóknak? Biztos nehezedre esett kimondani. A francba is, állati profi voltál. Bár ez a kezdők szerencséje. Már vártam. Honnan van ez a zakó? Magam szabtam, baszki. Csinos. Még mindig ki vagy rúgva? Nem valószínű, kellek nekik. De úgy döntöttem, hogy kiveszek egy kis szabadságot. Lehiggadok. Ezzel végig pöfögök a part mentén, aztán továbbhajózom Olaszba, meg Görögbe. Csak én leszek meg a végtelen tenger. Szuper ötlet! Jó utat! Viszlát! Szia! Arrivederci! Vajon tudja, hogy ez nem tenger? Nem, nem tudja. Menjünk. Jó. Nem láthatják, milyen izomlázom van. Segítek. Kösz. Na gyere. Jaj, szerintem aranyerem is lett. Ha hasogat, akkor előbb vegyél egy forró fürdőt, csak aztán ünnepeljünk. Remélem, szereted a pesgőt és a kolbászt. Hát nem. Akkor sincs más. Lenyúltam egy ládával. Valahogy együtt nem az igazi. Lassan, lassan. Cooper! Ez egy kolbászki! Agyatúróba jutok el Olaszba! Ditko. Jaj, ne sikítasz, bekaptad, és? Yeah, listen here! Magyar hangok. Börcsök Enikő, Bertalan Ágnes, Rutkai Laura, Epres Attila, Stól András, Anger Zsolt, Menszátor Magdolna, Varga Gábor, Pikali Gerda, Tordi Géza, Németh Borbála, Fazekas István, Szatori Dávid, Zámbori Soma, Nádasi Veronika, Zöld Csaba, Kovács Lehel, Fehér Tibor, Bozó Andrea, Jakab Csaba, Király Adrián, Magyar Bálint, Kajtár Róbert, Dolmány Attila, Bardóczi Attila, Kamarás Iván, Törpöly Levente, Bezerédi Zoltán, Bolla Róbert, Imre István. Magyar szöveg Heltai Olga, felvevő hangmérnök Gábor Dániel, rendezőasszisztens Stern Dániel, vágó Kajdácsi Brigitta, gyártásvezető Kéner Ágnes, szinkronrendező Dóczi Orsolya. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Intercom. Yeah!
végeztél? Igen. Második menet? Na jó. De most hagyd ki a fardákódat. Mindjárt elsüllyedek! Ebben még én is belepirulok!